Nehéz volt a 2013-as év az agrárszektor számára. A változékony, hol esős, hol száraz meleg idő a növényeket is megviselte, ennek ellenére az előzetes várakozásokat is felülmúló termésátlagokat produkált az agrárium. Érdekes év az idei, vagy most már lassan múlt időben mondhatjuk, mezőgazdasági szempontból. Még az év elején, de leginkább az előző év végén a sok víz volt a probléma, ugye volt belvíz is, aztán árvíz is volt. Az a júliusban és augusztusban gyakorlatilag a 40 fokos mellett egy szemcsapadék nem esett, és bizony ezt megsínlették a növények, de úgy néz ki, hogy a várakozásokhoz, az előzetes várakozásokhoz képest kedvezőbb eredményekről tudok beszámolni. Az elért eredményeket a következő években a támogatásokkal tovább lehet növelni. Az ágazat finanszírozása a kormány gazdaságpolitikájában kiemelt prioritással bír, ennek köszönhetően a 2014-es költségvetési tervezetben is nagy szerepet kap. Ami a kormány által beterjesztett költségvetést illeti, azon belül is az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat, örömmel mondhatom, hogy mintegy 20 milliárddal nagyobb összegről lesz szó 2014-ben, mint az idén volt. A támogatások három forrásból érkezhetnek, vagy 100%-ban a nemzeti költségvetésből, amely támogatás mértéke a tervek szerint megközelítőleg 60 milliárd forint lesz jövőre, vagy társfinanszírozási formában az Európai Unióval közösen, vagy pedig 100%-os EU támogatásként. Szervány György a földtörvényről elmondta, hogy jelenleg a törvény végrehajtási formáinak kidolgozásáról tárgyal a parlament, de a földtörvényen kívül több kérdés is napirenden van. Szintén hasonló helyzet az öntözési víz-laszás stratégiával, amely előterjesztés elkészült, és a kormány szintén a következő hetekben fogja majd tárgyalni. Ugyanígy fontos dolog a közös agrárpolitikával kapcsolatos jogszabályoknak a megalkotása, egyrészt uniós szinten, másrészt majd ennek a hazai adaptálása. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy elégedett a magyar gazdák teljesítményével, és szerinte a jó gazdát a rossz gazdától egy hét különbözteti meg, ugyanis a rossz gazda általában egy héttel később kezd hozzá minden munkához, amelynek szerinte komoly következményei vannak. Én úgy gondolom, hogy a gazdáink fölkészültek, és a kihívásokra készen állnak, hogy megfeleljenek. Azon kívül persze azt is tudjuk, hogy a magyar gazda sohasem mondja azt, hogy jobban mennek a dolgok, de hát ez már csak így van. Az államtitkár elmondta még, hogy az agrárágazatban is nőtt a foglalkoztatás.